Várnában a csütörtöki pénteki napon a kvalifikációkon úgy terveztük, hogy kipróbáljuk, hogy milyen ott versenyezni, milyen a hangulat, hogy érzem magam a szőnyegen, és nyugodtan megnézem a gyakorlataimat. Én nagyon jól sikerült, és ezzel bekerültem a top 24-es döntőbe, ahonnan meg lehetett szerezni kvalifikációt az olimpiára. És szombaton az All Around döntőben nagyon-nagyon jó gyakorlatokat mutattam be, a kvalifikációnál jobbakat is, és mivel első helyen végeztem azok között, akinek még nem volt kvótája, ezért az utolsó kvótát megszereztem. Mennyire volt nehéz még egyszer bizonyítani? Tehát magyarán be kellett jutni a 24-es döntőbe, ahogy említette, és aztán ott megint jól szerepelni. Ez mennyire volt szokatlan, illetve egyáltalán erre hogyan lehetett úgy felkészülni, hogy több lehetőség tényleg nem volt, nincs? Először kicsit féltem tőle, mert ebben az évben ilyen verseny még nem volt, viszont szerencsére korábban volt tapasztalatom például a 19-es világbajnokságon, nagyon sokat segített bennem, és próbáltam felhasználni mindent, hogy ez is jól sikerüljön. Második nap pénteken este voltunk, ezért nagyon kevés időm volt a finálé előtt szombaton, maradt pont a reggeli csoportba sorsoltak bele, így péntekről szombatra nem nagyon tudtam sokat aludni, meg annyira kipihenni magam, de próbáltam ezt félrerakni, és próbáltam ezen felülkerekedni, hogy nem minden tökéletes. Meg lehet fogalmazni, hogy önnek mit jelent ez az olimpiai részvétel? Hát csak 21 évet kellett, majdnem 21 évet várni erre. 2000-ben Fráter Viktória volt ott magyarként olimpián, és hát hogy önnek mit jelent egyáltalán ez, hogy ott lehet. Szinte még most se tudom felfogni, hogy ez sikerült, olyan hirtelen történt ez az egész, és amik így az elmúlt napokban voltak. Gyerekkorom óta erről álmodok, de akkor még csak egy álom volt, ami most valóra vált, ezért olyan hihetetlen, és nagyon megható, és nagyon örülök, hogy a belefektetett munkánk, amit az edzőimmel, Dajfa Zsányerikával, Gelle Noémival és Lagobert Zsófiával beletettünk, az végül megtérült. Ha azt mondom, hogy labda, szalag, karika, buzogány, akkor ez egy négy szóból álló olyan sorozat, amivel ugye mindig meg kell birkózni. Adódik a kérdés, hogy van-e ezek közül kedvenc, és most Várnában például melyik volt a legnehezebb, vagy a legkedvesebb? Most Várnában, őszintén megmondta, legjobban a szalagtól féltem eddig. A kvalifikációban pont a szalaggal is rontottam, és mivel másnap a fináléban pont szalaggal kezdtem, ezért kicsit először félbe mentem fel a szőnyegre, hogy mi lesz most. De szerencsére sikerült leküzdenem, és életem legjobb szalag gyakorlatát mutattam be. Ezek után a karika gyakorlatom következett, amiben volt bizonytalanság azért, de úgy érzem, hogy a legtöbbet kihoztam belőle, amit tudtam, és így arra is a legmagasabb pontszámot kaptam eddig életemben. Majd a labda gyakorlatom szintén nagyon jól sikerült, és utána a buzogány még jobban. Így nem mondanám, hogy van kedvenc szerem, mert mindig másikat szeretem jobban. Ebben a szezonban a legtöbb versenyen a buzogány gyakorlatom sikerült a legjobban, és még előtte egy világkupán azzal sikerült bekerülnöm életem első világkupa döntőjébe, így most talán a buzogány hozzám legközelebb. Ezek után Tokióban mire lehet elég az ön teljesítménye? Egyáltalán hányan lesznek nagyjából, és mi a legfőbb cél? Körülbelül 26-an leszünk, de pontosan nem tudom megmondani a kiosztott kvóták miatt még. Eredményben nem gondolkoztunk, mert még csak most ért minket ugye a meglepetés vagy az, hogy megszereztük a kvótát, így még addig nem jutottunk a tervezésben, de a fő célunk az, hogy a mostani gyakorlataimat még jobban mutassam be az akkori legjobb tudásom szerint, de a versenyen van egy kvalifikációs rész, és utána a legjobb 10-re mutatja még egyszer a gyakorlatát a fináléban. Az, hogy ki hogyan házíti a gyakorlatát, ki milyen állapotban van, ezt így nagyon nehéz előre kiszámolni. Az európai mezőny a legerősebb, viszont Ázsiában a helyi japánok is nagyon jók, az amerikaiak is jók, így ott nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy mi várható. Ennyi szakma után akkor teljesen más. Mi az, amivel ki tud kapcsolódni egyáltalán mostanában? Van-e másra ideje, mint ritmikus gimnasztikázni? Jelenleg most az államvizsgámra tanulok. Kikapcsolni most kaptam egy kis időt, így a versenyek után. Most éppen pihenőn vagyunk, és feltöltődünk, hogy újra neki kezdjünk majd az olimpia előtt. Nagyon szeretem a családommal tölteni az időt, a barátaimmal beszélgetni, kávézni, sorozatot nézni és olvasni. Ha nem is kikapcsolódás, de ez a TF szakedzője, ez azt jelenti, hogy akkor most még államvizsgázni is fog Tokió előtt? Igen, 23-án megyek az államvizsgámra. Hát sok idő nincs, és aztán utána akkor bő egy hónap, mert augusztus 6-án majd már szerepelni, versenyezni fog Tokióban. Igen, a verseny augusztus 6-án lesz. Van olyan szokása még, hogy kiírja azt, hogy mi az a cél, amit elhatározott?
Igen, van. Jelenleg még csak eddig írtam ki a céljaimat, még most nem nagyon volt időm újabbakat megfogalmazni és kiírni, de úgy gondolom, hogy most a pihenés és feltöltődés alatt erre is meg fog jönni az ihlet, és meg fognak jönni az új célok, tervek, kihívások, és az is, hogy hogyan szeretném őket elérni, és akkor mindenképp azokat is kiírom.